Az újvárosi óvoda fergeteges cirkuszi produkciójával kezdődött a Bölcsöde idei gyermeknapi rendezvénye. A folytatásban pedig számos izgalmas lehetőséget próbálhattak ki a résztvevők, így például betekintést nyerhettek egy igazi mentőautóba, illetve a különböző szűrővizsgálatokon vérnyomásukat és vércukorszintjüket is megmérettethették a jelentkezők. Lakatos Norbertnek köszönhetően pedig egy-egy lufi csodát is hazavihettek magukkal a gyerekek a nap végén, emlékként a számtalan és értékes tombola díj mellett. A szervezők a délutáni uzsonnáról sem feledkeztek meg, ugyanis frissen készült gofrival kedveskedtek vendégeiknek. A jó hangulathoz tehát minden adott volt az intézményben, a kissé esős időjárás ellenére is. A bölcsödével párhuzamosan a Kunst utcai tagovodások is családi napot tartottak a fiúnevelő sportpályáján, ahová ez a tűzpiros kisvonat fuvarozta a gyerekeket. Programokból az ovisok sem szenvedtek hiányt ezen a délutánon, ugyanis, mint minden évben, most is kitettek magukért a szervezők, hiszen a pónifogat mellett ugrálóvárral, arcfestéssel, buborék készítéssel és zsákba macskával készültek a csemeték és családtagjaik számára. A menüről a szülők gondoskodtak, ugyanis több száz palacsintát sütöttek és töltöttek meg erre az alkalomra. Csütörtök este tehát a finom falatoknak és a változatos programoknak köszönhetően mind az ovisok, mind a bölcsisek élményekkel gazdagon és jól lakottan mehettek haza, amiért a szervező intézmények ezúton is köszönetüket fejezik ki az őket támogató szülőknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek.